Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Békésváros önkormányzata és a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a trianoni gyásznap 95. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésünkön, melyet az országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánított. Megkérem Önöket, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei kíséretében énekeljük el a himnuszt. Tisztelettel felkérem dr. Pálmai Tamás urat, Békésváros alpolgármesterét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Hogyha ezt a beszédet leírnám, és valahol megjelenne, akkor címet adnék neki. És az volna a címe, hogy a mi trianonunk. És hogyha magamban nézek egy picit, és megtetszenek hallgatni, hogy mit fogok mondani, akkor mondhatnám azt is, hogy az én trianonom. Miért mondom ezt? Miért becézem ezt a nevet? Nem azért, mert annyira kedves a szívünknek hallani. Nem a dédelgetés, az édesgetés a célom ezzel, hanem azért, mert Trianon a miénk, az integráns részünk, a kollektív tudatunkhoz tartozik, ha bevalljuk, ha nem. Hiszen nemrég temettük el, emlékszünk azoknak a rokonainknak a temetésére, akik megérték Trianont. Az én fiatalabbik, öregebbik nagyapám, bocsánat, 25 éves volt, amikor Trianon volt. Itt van, bennünk él, a mai napig is génjeinkben hordozzuk ezt. Történelem során, ha visszatekintünk, ritkán volt egységes Magyarország. Mégis erő volt, mégis hatalom volt, mégis félt a világ tőle, és mégis értékteremtő lett, alkotó, kreatív, és mindig a mai napig megmaradó. Trianonról nagyon sokszor, nagyon sok mindent elmondtak. Én ezért most nem fogok egyetlen egy adatot sem ismételni. De arról szeretnék inkább beszélni, hogy hogyan élte meg a folytatás, az utódok, miként élték meg Trianont. Miként élték meg az elszakított részen élők, és miként élték meg a Magyarországon maradók. Ez egy igazán izgalmas kérdés szerintem, és erre kellene válaszolnunk most. És ugye, hogyha ezt a kérdést taglaljuk, akkor adjunk ismét egy címet neki. Legyen ennek a mai napnak mottója. És valakinek ismerősen fog hangzani, hisz a mottó ez, saját karodban vagy magyar. És ez a saját karodban vagy magyar tulajdonképpen egy betekintés akar lenni az önmagunkkal való különleges kapcsolatrendszerbe. A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké.
Velünk is ez történt. A magyarságot az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe. Hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Minden jelkép, mint jelképes hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb erekje. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt. Ezeket a veretes szavakat Tamási Árontól kölcsönöztem, Erdély nagyírójától. A betekintés az önmagunkkal való különleges kapcsolatrendszerbe, sajátságos viszonyrendszerbe tulajdonképpen úgy fogandó fel, mintha betekintenénk, benéznénk egy légópincébe, és egy bombázás után megnéznénk, hogy él-e még ott valaki, ki él, hogyan él, ki ő, férfi, nő, mit csinál, milyen értékeket hordoz. És ezek a valakik bizony élnek, minden egyes elszakított ország részben ott találhatók, hála jó Istennek. A mondandómat pár támpont alapján próbáltam rendszerezni. Az egyik a magyarság sajátságos geopolitikai helyzete. Ezek mind olyan gondolatok, amiket nem én találtam ki, nagyon sok hely tetszettek olvasni, én próbáltam egy picit rendszerbe szedni. Tulajdonképpen a magyarság sajátságos geopolitikai helyzete nagyon egyszerű, hisz tulajdon saját maga, önmaga szomszédja. És itt köszön vissza a nap mottója is, hogy saját karodban vagy magyar. Hisz valósággal körülveszik, óvják a letépett területen élők a magot, az anyaországot, olykor annak mostohaságával együtt is, és olykor saját apadásuk árán is. Ha belegondolunk a maradék országba, akkor a háta Erdély, a délvidék a térdén lovagoltatja, termékeny ölében Bácska és Bánát tartja, Kárpátalja tarkóját védi, Felvidék a fejét, és a nyugatra tolt székelyek szorványjárőrként őrzik a horvát-szlovén határvidéktől a mai Ausztriáig. Magyar körkoridor, körfolyósó, gyertyafénykeringője. Ez, hisz égő gyertyalájunk vagyunk mindannyian, és ez a mi mai életünk. Pislákoló, de soha ki nem alvó, örökmécses létünk. Hisz ha lelki szemeinkkel felrajzoljuk Nagy Magyarország térképét, és belerajzoljuk képzeletben a mai Magyarországot, úgy néz ki, mint egy guggoló anya, ahogy az ölében tartja, óvja csonka Magyarországot. Ez vagyunk mi ma. Az interneten hozzáférhető egy olyan időtérkép, amely Magyarország történetét mutatja be 11 perc alatt. És hogyha tetszenek nézni, akkor 11 percből 10 perc alatt csak a Nagy Magyarországot látjuk. Az utolsó egy perc az, amikor azzá válik, ami vagyunk ma. Ez az utolsó egy perc a történelemben semmi, egy szemvinnalás, és mégis, ahogy az előbb elmondtam, nekünk 3-4 generációnak a sora. Közben körülöttünk új nemzetállamok jöttek létre. Új országok, új nemzetek akarnak szóhoz jutni, bizonyítani akarnak, és pont ez, hogy újak, pont ez, hogy bizonyítani akarnak, bizony csökkenti a toleranciájuk szintjét, és ezt érezzük ma mindannyian. A második szempont, amiről szót szerettem volna ejteni, az a második világháború utáni generációk sajátságos helyzete, és itt most nem fogok hosszú történeteknek nekifogni, csupán a saját generációm történetét mondom el nagyon röviden. A mi generációnkról elmélkedve, ugye a háború után születtünk és nőttünk fel, és egy adott pillanatban az volt az érzésünk, hogy a kommunizmus örök, hogy soha nem lesz vége. Úgy éreztünk gyermekként, hogy ez a rendszer, ez valami örökkévaló. Hiába mondta Isten nyugtassa szegény jóanyám, hogy fiam, ez a rendszer életképtelen, meg fog bukni, legyintettünk rá, ami a család férfiai idézőjelbe, asszonybeszéd mit értő hozzá, de hála jó Istennek igaza lett. Idegen nemzeti, idegen nyelvi környezetben, idegen tengerben éltünk. És hogy miért volt ebben a környezetben, közegben nehéz az eszmélés? Azért, mert szüleink sem mertek mindent elmondani, mindent megtanítani, amit kellett és lehetett volna. Mert a gyerek, amit hall, másnap elmondja az óvodába, elmondja az iskolába, és ebből bizony nagyon nagy bajok születhettek volna. Így hát főhajtás és nagy-nagy tisztelet azok az emberek, azok a szülők előtt, akik a gyerekeikből gerinces magyar embereket neveltek mégis. A magyar történelmet nem tanították az iskolákba.
pont az emlegetett szülők, nagyszülők, a könyvek, jó magam is a Jókai Magyar Nemzet történetét falva olvasva tanultam meg azt, amit tudok a mai magyar történelemből. Ezt dugdostuk akkor is, amikor a Securitate jött házkutatásra. A harmadik támpont az, ahonnan származom, ahol születtem, Erdély maga. Erdély mindig is egy külön entitás volt a történelem során. Mikor kezdődött ez az elkülönülés? Ki tudja, lehet, hogy a felvilágosodással, a jakubinusokkal, a nagy francia forradalommal, a szabadkőművességgel, a liberalizmussal, vagy talán a proletár internacionalizmussal. Tény az, hogy utóbbi alatt Magyarországon a történelmi régiókról tilos volt beszélni, és Romániában, Erdélyben pedig nem tanulhattunk magyar történelmet. Erdélyek kapcsolatban viszont egy dolgot még tudni kell, egy kettőséget. Úgyis, ha belegondolunk a térképben, ott van a parciumi rész, és ott van a Transzilván, a valódi erdélyi rész. És a parciumi rész fogta a magyar rádiót, nézte a magyar televíziót, míg az erdélyi rész nem. Rengeteg információhoz jutott így parcium, de az adathalmaz, amihez hozzájutott, tartalmazta mindazt, amit a Kádár rendszer magában hordozott. Az erdélyi rész nem fogta a magyar adásokat, nem jutott el annyira az információ oda, de így a szenny sem rakódott le ezért erre az ország részre. Információban szegényebb maradt, de lelkiekben, gerincben, magyarságában sokkal egységesebb és sokkal gazdagabb. És ezt megtanultuk már az egyetemen is, hisz párciumiak és székelyföldiek mindig cukkolták egymást, és nekik mindig mondták a párciumbéliek, hogy hát ti úgysem láttátok Hofit, nem is tudtuk, hogy ki az. És lehet, hogy nem is veszítettünk sokat. Tehát valóban mi nem láttunk, nem hallottunk ilyenről, viszont maradt az identitásunk, a magyarságunk, sokkal jobban meg tudtuk őrizni a Kádár kommunizmus szennyétől. Kódolt nyelven beszéltünk, tudtunk, hogy kinek mit lehet mondani, hogy mehet a suttogó propaganda, megtanultuk 6 rádióval kihámozni az egy igazságot, vagy legalábbis megpróbáltuk. Viszont az elszakított többi területtel a kapcsolatunk jóformán szinte nullára csökkent le ebben az időszakban. És ebben a közegben, amit nagyon vázlatosan felvázoltam, eljött minden generációnak, így az enyémnek is és magamnak is személy szerint az ébredés pillanata, amikor az emberben tudatosul az, hogy vége a gyerekkornak, hogy innentől fogva tudatos emberként kell élni, és hogy én erdélyi magyar vagyok. Ez sorsdöntő volt mindenkinek az életében, meghatározta örök életre a sorsát. Nekem ezt a tudatosodást a Magyar Irodalmi Olimpia jelentette egy tantárgyverseny, ahol az egy tantárgya magyar nyelv és irodalom volt, és ennek országos szakasza egy olyan bölcsővé vált, amit a Securitate fel is ismert, és nagyon rövid idő alatt meg is szöntetett, hisz élő magyar kovász lettünk volna. De mai napig is benne van a zsigereimben az az érzés, az a tudat, amikor rájöttem, hogy ki vagyok. Persze ez a mellfeszítő érzés nem sokáig tartott, hisz édesapámnak szólt egy szekus, hogy túlságosan magyarkodik a gyermek, és nem lesz jó vége, hogyha így folytatja, hisz mindent figyeltek, mindent tudtak, szilveszteri mulatság, szentanatali kirándulás, este elénekeltünk ezt, éjszaka már tudták, és nem csak a medvék. Az erdélyeknek és más elszakított területen élőknek is kapcsolatuk kellett legyen az új anyanemzetekkel, így nekünk a román nemzettel. Megtapasztaltuk már gyerekfejként és felnőttként pláne, hogy az egyszerű román emberekkel az ég adta világon semmi baj nincsen. Együtt lehet velük élni, tisztelnek, szeretnek minket, orvosként pláne elfogadtak. Mai napig levelezek olyan kollégákkal, akik akkor is keblükre öleltek a legvadabb Ceausescu rendszerben is románként, amikor tudták, hogy esetleg el fogok jönni Magyarországra. A baj mindig ott kezdődött, amikor megjelentek az okosak, az úszítók, felvilágosították az egyszerű népet, és onnantól indult a sovinizmus, és indultak a programok. Érdekes viszont a román-román rendszer is, hisz nagyon különbözik egymástól a havaselvi, a moldvai és az erdélyi. Nem szeretik egymást, hisz az erdélyi román az, aki ott született, ott nőtt fel több generáción keresztül, míg a többit betelepítették Erdélybe. Az erdélyi román hordozza magába Kós Károlynak a transzilvanizmusát, és ma is hajlandó volna, Kolozsváron van is erre késztetés, hogy
nagy transzilván föderatív állam legyen Erdély többek között. És lehet, hogy ez lesz a megoldás kulcsa, ha egyszer megérjük. Ám akiket betelepítettek a Ceausescu éra alatt, sajnos nagyobb részük sovén maradt. Szászok, svábok, zsidók, cigányok is éltek Erdélyben. A történelem során sajnos a svábok soha nem álltak ki mellettünk, egy kicsit opportunisták voltak, ám a sorsuk beteljesedett, hisz Ceausescu eladta 10 000 várkáért darabjukat, fejüket Németországba, és ez óriási érvágás volt az országnak, hisz pont a műszaki értelmiséget vitték el. Nagyon sok zsidó is élt, aki túlélte a holokausztot, hisz az első deportálás nem Magyarországon volt, nem Erdélyben volt, hanem Észak-Moldvában. Túlélték, de nem érték Ceausescut, aki ugyanúgy kilóra eladta őket Izraelnek. Ez is nagy érvágás volt kulturális, szellemi szempontból egyaránt. És az utolsó számottevő népcsoport, nagyon sok van még Erdélyben, akiről egy pár szót szeretnék ejteni, az a cigányság. Lehet mondani jót, rosszat róluk, de amikor Marosvásárhelyen a pogrom volt, amikor verték a magyarokat, amikor Sütő András félszemét kiverték, akkor a felmentő sereg így kiáltott, mikor beért a főtérre: ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok, és vadászták az ellenfelet paritjával, kavicssal, kővel, ki hogy érte. Tehát mondhatjuk, hogy az erdélyi cigányok javarészt magyar cigányok. De a sajátságos transzilván kapcsolatrendszer 3 nyelvűséget is eredményezett annak a szerencsésnek, aki ilyen közegben lakott, és mire felnőtt és felocsudott volna, már rögtön 3 nyelven beszélt az illető. Sajnos, ahogy mondtam, a többi elcsatolt területtől a kapcsolatunk jóformán 0 volt. Jugoszláviáról tudtuk, hogy az maga a Kánaán idézőjelbe, hisz onnan már nyugatra lehet szökni, útlevelet nem is adtak. Felvidékre esetleg szervezett kirándulásra jutottunk el, Kárpátaljára sehogy, hisz Szovjetunió volt, és Ausztriába pont olyan ritka volt az útlevél, mint Jugoszláviába. És mi történt Csonka Magyarországon mindeközben? Úgy fogalmaztuk meg, hogy Erdélyben a vad Ceausescu diktatúra zsarnoksága alatt könnyebb dolgunk volt, most tessenek figyelni, megismétlem. Úgy fogalmaztuk meg, hogy Erdélyben a vad Ceausescu diktatúra zsarnokság alatt könnyebb dolgunk volt magyarnak megmaradni, mint a Magyarországon maradtaknak, élőknek. Meredek? Paradox? Annak tűnik első hallásra, de rögtön érthető. Azt mondják, hogy egy diktatúra minél kifinomultabb, annál veszélyesebb. Minket fizikai létünkben veszélyeztetett a Ceausescu rendszer, azt kellett túlélni, kijátszani, megmaradni. A magyarországiakat 56 után, és itt nem a közvetlen 56 utáni időkre, a megtorlásokra gondolok, hanem a kifinomuló gulyás kommunizmus időszakára, nem a fizikai létükben veszélyeztette már a rendszer, hanem a lelküket vette meg, mire észrevették volna. És ezért rettenetesen nehéz a mai Magyarország helyzete, mert ezt a mérhetetlen, aljas, kifinult megvásárlást kell visszacsinálni valahogy úgy, hogy működjön a dolog. Tessenek csak az acél ideológiába belegondolni, a tűrtil támogat szisztémába. Vagy adott pillanatban önjáróvá lett a rendszer, már nem jött ukás sehonnan, de az emberek agyában működött az, hogy jaj, ha Kádár Ertes, vagy vajon ha Kádár Ertes, vagy Kádár Ertes itt szeretné, így szeretné, és tették a dolgukat annélkül, hogy szólt volna bárki nekük, tehát önjáróvá lett a diktatúra. Ez volt a legfejlelmetesebb benne. Azt mondtam, hogy lélekvásárlás, de ment közben az anyagi, materiális beetetés is. A Trabant, a Zsiguli, a Warburg, a Gorenje, az NDK útlevél, a GMK-k, a háztáik, az üdülők, az a lazuló kommunista rendszer látszata, Hofit is emlegettem, ő is része volt. És mi volt ennek az ára a lélekvásárláson kívül? A mai magyar lakosságnak az egészségi állapota erre ment rá, ekkor romlott el, mert mit csinált? Ledolgozta a 8 órát a munkahelyén, közben megnyílt a GMK lehetősége, volt háztáji, volt fusi, dolgozott látástól vakolásig, addig, amíg ráment az egészsége, így, ahogy mondtam, 16 óra, 20 óra munka után nem maradt idő pihenésre. Pénz lett, Gorenjen lett, NDK útlevél lett, az egészség közben meg oda lett, és ennek isszuk a levét ma is. Mi határon átjutók nagyon hamar megismertük Kádár népét. Vidámpark gyerekként megkérdezték a gyereket: erdélyi vagy, honnan tudsz magyarul? Közhely,
de egy gyerek lelkén mekkora sebet ejt, azt ma is érzem. Nemzeti Múzeum, 48-as kiállítás, keresem a határon túli 48-as eseményeket, sehol semmi, egy szó nincsen róla. Egészségügyi minisztériumban dolgozó ismerős hölgy, megkérdezzük, hogy mi a terve a Kádár kormánynak Erdéllyel. Mi? Ne is halljunk róla, semmi, kolonc nem kell nekünk, nem akarjuk vissza. Békési titkárnő önkormányzatnál 1990-ben megkérdi, hogy doktor úr románként, vagy elmondja, hogy doktor úr románként, de jól beszél magyarul. 2015 Békés tüntetés, elmondják a nevem, és elhangzik csendben, fúj román, menjen haza. De sok fel és megvilágosodó fiatal is volt, hála jó Istennek, minden időszak alatt. Rengetegen jöttek már a diktatúra alatt, Ceausescu alatt Erdélyben, és hozták a jó szót, vitték a jó hírt, vitték az igaz híreket Erdélyből. Tehát nagyon-nagyon sok talpra esett, értelmes, okos, igaz magyar embert ismertünk meg, mindezek mellett, Kádár népe mellett, aki és akiknek utódai ma is itt élnek közöttünk, hála jó Istennek, és lehetővé teszik azt, hogy kilábaljunk mindebből, amiről beszéltem. De hogy mekkora volt a rombolás, az is érzékelteti, hogyha valaki 2015-ben eljön Békésre, ahol 25 év telt el a rendszerváltás után, és megnézi, hogy hány temetésen van pap, és hány gyereket visznek keresztelni a templomban, akkor elájul, mert 10-ből 7 nem egyházi temetés, és 10-ből 7 nem keresztelés, hanem névadó ünnepség. Nincs pap, társadalmi temetés van. Mi ezt úgy mondtuk, kommunista temetés. És hogy még mindig van névadó, ez is egy része a mai állapotoknak. Mi azt mondjuk, hogy a falurombolást Erdélyben túléltük, lélekrombolás Magyarországon volt, ezt kell túlélnünk. Hosszú és kemény munka lesz, de azt hiszem, jó úton haladunk. Mai veszélyek, írtam a következő pontba, és most már vége fele vagyok, biztatom a hallgatóságot. Az anyaországra gondolva ezeket írtam le a mai veszélyek között sorolva. Kormánypártok. Ugye, most jó kormány van Magyarországon, pozitív döntéseket hoz. Az EU-nak, IMF-nek fricskát mutattunk, túléltük, kezd működni a gazdaság, szeretjük Orbán Viktor, tartása, gerince van a kormánynak, követendő példa lettünk, rendben. De van negatívuma is. Minden hatalomhoz csapódnak, hát másfajta emberek. Ez történt itt-ott vidéken is, ahol olyan emberek csak kapcsolódtak a mai kormánypárthoz sajnos, akikre nem büszke az ember. De majd remélhetőleg az idő és a legfelsőbb vezetés bölcsessége megoldja ezt is. Erdély szinten ugyanezek a veszélyek, egyiket úgy hívják a magyarok pártoskodása, a másik pedig a mai állam. Felvidékkel kapcsolatban érzünk egy pici enyhülést, hála idézőjelben az Európai Uniónak. Sok bajunk van az EU-val, de most Szlovákiával kapcsolatban jó, hogy egy táborban vagyunk. Szlovéniával, Horvátországgal, magyarság szempontjából sok bajunk nincsen szerintem. Délvidéken rég nem volt ilyen jó kapcsolat, mint most. Ausztriáról meg, ahol ugyanúgy magyarok élnek, az a megállapításom, hogyha azt mondtuk, hogy a Kádár rendszer azért volt nehezebb, kifonultabb, gonoszabb, mert a lelkeket vásárolta meg, akkor az Ausztriában élők jogosan mondják, hogy ez ott még rosszabb volt. Nagy anyagi jólét, és úgy eltűntek, hogy alig van burgenlandi magyar. Végül az utolsó pont, a személyes. A madárnak szárnya van, és szabadsága. Az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. Ezt megint Tamási Áron mondta. Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert hirdetjük, mondjuk, akarjuk az egységes magyar nemzetet, de szülőföldünk egy marad. Magyar területen élünk is, mégis máshol, mint ahol születtünk. Ezért mindig hazavágyunk kicsit, legyen akármilyen jót, ahol vagyunk, de közben örömmel tesszük a kötelességünk ott, ahol élünk. Békésen nagyon jól érezzük magunkat, jó életünk van, de nagyon-nagyon jó innen, itthonról hazamenni olykor. Mi itt élünk, itt fognak valószínű eltemetni minket, de az unokáinkat kézen fogjuk majd, és elvisszük, elmondjuk, megmutatjuk,
hogy hová valók az őseik, mert ez kutya kötelességünk. A szél a marosvásárhelyi pogrom után sodort Magyarországra, és itt következett be sokunknak határon átkerülteknek az újbóli ébredése, a második ébredése. Miért? Mert amikor átkerül az ember úgy, hogy nem hívták, mert senki nem hívott minket Magyarországra, senki nem kért, hogy legyek békésen háziorvos, de jöttem és nagy-nagy szeretettel befogadtak. Akkor az ember az első időszakában úgy próbál élni, hogy alkalmazkodik, és próbál mindennek és mindenkinek megfelelni, hisz benne él, hogy én itt egy jöttment vagyok, engem nem vártak ide. Aztán rájön, hogy az élet így nem ér semmit, hogy mindig azt érzem frusztrál, ha megmerek szólalni. Ehhez a metamorfózishoz, ehhez az átalakuláshoz, ehhez a második ébredéshez kellett a békési kész. Egybe gyűjtött minket, összeszedte az ilyen gondolkodású békésieket is, és létrehozott bennünk egy olyan átalakulást, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy a kész létezik, szinte varázsszóra kimerünk állni, elmerjük mondani véleményünket, elmerünk indulni egy választáson, rendezvényeket merünk szervezni, egyáltalán emberek elé merünk állni, és merjük hallatni hangunkat. Ez az ébredés, úgy érzem, egy életre szóló ébredés volt. Egy békésen született baptista fogorvosnő fogalmazta meg Eszter így: gyerekek, titeket a Jóisten küldött ide békésre, itt van dolgotok, nektek itt a helyetek, itt kell dolgozni, leélni az életeteket, és itt kell nektek a gyertyát meggyújtani, lángját életben tartani. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ismételtem el magamban, és éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel. A lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam, késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges. A tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket, és amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. Ezt ismét Tamási Áron mondta. Nekünk békés is haza és otthon. Magyarország is haza és otthon. De ahogy mondtam, unokáinkat azért haza fogjuk vinni Erdélybe, sűrű látogatásokra legalábbis. Trianon emigyen él tehát bennünk. Mindenkinek megvan a sajátja. Ezt a terhet vesszük magunkra minden reggel, amikor felébredünk. De ez a teher édes is, hisz élő magyarságtudatunk, tenni akarásunk, elkötelezett Isten szeretetünk, kollektív nemzeti lelkületünk lehetősége is egyben. Nem csak ünneplünk ma, emlékezünk is a sokszor fájó múltra, de arra is, hogy ez a nap 2010, a Semjén kövér javaslat törvényesülése óta a nemzeti összetartozás napja is. A reményi, a jövőjé is, melyhez így van energiaforrásunk ismét. Az Isten hit, a nemzeti identitás, a család és a társadalmi hovatartozás. Megismétlem, Isten hit, nemzeti identitás, család és a társadalmi hovatartozás, vagy nevezzük ezt inkább tudatos létnek. Hát Isten minket ezek beteljesítése szerint segítsen, legyünk akár magánszemélyek, egyházfiak, vagy akár országunk és nemzetünk vezetői. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hallgassuk meg Sánta Jennifer, a Városi Színjátszó stúdió tagjának tolmácsolásában Mécs László, Gyonnak a magyarok című versét. Felkészítette Pocsai Ildikó tanárnő. Mécs László, Gyonnak a magyarok. Álmak pusztája ősi napkelet. Seregszám sast és solymat álmodott. Turult, gémet, vadvércsét, vadludat, amiknek szíve ős tavasz dobog. De vannak már csöndes vérű unokák, elhízott békés házi szárnyasok. Mások kegyén, mások udvarán, szemetén kényúrt játszó kakasok.
pompázó pávák, átfestett uszályok, új szín biflázó úri papagájok. De maradt pár tépet holló. Itt, meg ott, a háztetőre szás azt mondja, kár. Pár vércse is jár, nyilazott szívű, s az udvar felett azt viongja vér. És a korcsok torkán megakad az étel, és egy pillanatra a lélegzetvétel. De vannak már janus arcú magyarok. Egyik arcuk régi vércsecsör, toll sipka rejti, mint tavaszt a hó. Új napra forgó arcukon se tör, se vágy, hogy felnyirazza a magasba. Új asztagokból eteti a gazda. De néha arra szöknek titkosan, hol sebzett vércsét sejtett a nyomnyi vér, és gyónnak. Ha máshogy nem lehet, mert élni kell, a gyermek enni kér. S hogy álmodói még a régi nyárnak, könnyeznek, és feloldozásra várnak. Megemlékezésünk folytatásaként Hígely László előadásában ismeretlen szerzőktől hazafias dalokat hallhatunk. Tudja azt a nagyvilág, tudja minden nép, mély erős volt szent hazánk, gazdag, nagy és szép. Európa szégyene az igaztalan vád. Igazságot akarunk, és békés szép hazád. Szent hazám, még mindig fájnak a sebek, ahogy gyarlón széttépték a testedet. Szép hazám, én mindig hozzád hű leszek, amíg meg nem gyógyulsz, addig szenvedek. Ugye testvér, eljön végre az a nap, mikor végleg elejtik a vádakat. Egyszer győz a józan ész a valóság, addig nincs a földön jog és igazság. Tudja azt a nagyvilág, tudja minden nép, bűnösök mi nem vagyunk, Isten ránk tekint. Európa szégyene az igaztalan vád, igazságot akarunk, és békés szép hazát. Szerzt az ám, még mindig fájnak a sebek, ahogy gyarlón széttépték a testedet. Egyszer győz a józan ész a valóság, addig nincs a földön jog és igazság. Elszakítva, elnémítva mit tegyünk, Isten látja, mi erről nem tehetünk. Milliószor megfizettünk semmiért, jogainkat követeljük mindenért. Ugye testvér, eljön végre az a nap, mikor végleg elejtik a vádakat. Egyszer győz a józan ész a valóság, addig nincs a földön jog és igazság! Kérem, hallgassuk meg Vidó Edit Márta, a Békésség Kárpátia kör tagjának előadásában Sebestyén Rita Székely a Golgotán című versét. Sebestyén Rita, Székely a Golgotán. Nem hallja a világ jajszavunk, nem érzik, nem tudják fájdalmunk, nem tudják, milyen egy poros utat járni, minden egyes nap a szebb jövőre várni.
két kezet összetéve imádkozni, s a legszörnyűbb órákon is kitartani. Könnyes szemmel nézni, hogy az igazság elveszett, hogy megfosztanak téged, elveszik mindened. Könnyes szemmel várni a holnapot, várni azt, hogy jóra fordul sorsod. Nem elég, hogy szétszaggatták Magyarországot, hogy szétszórták a magyarságot, nem elég, hogy szenvedésre ítéltek, de még zászlainkra is kezet emeltek. Azok a kezek, amelyek sanyargatnak, azok tépik le lobogó zászlainkat. Azok tapossák, azok tiporják, azok nehezítik a székelyek útját. Amit felépítünk, azt lerombolják. Szívünk minden darabját elhurcolják. S mi vállunkra vesszük a keresztet, hűségesen öleljük át a feszületet. S együtt haladunk felfelé a Golgotára, egymásba kapaszkodva, egy csodára várva. Minden székely keresztjén az a felirat áll: légy rendületlen, s hazádhoz hű maradjál. Vedd válladra a keresztet, s vidd bátran, higgyél Magyarország feltámadásában! Köszönöm. Rendezvényünk zárásaként kérem, énekeljük el a szózatot, majd gyújtsuk meg az emlékezés mécseseit. Thank you.
magas trónom megégett, hol a hasláncos ledobta hajóláig, hol a szultánok maradt sokáig, ahol visszad a bár a limában, ahol szebb-rélszebb lányokat kívánnak, hol a nagyapában zavarosban halászott, mikor még írtak a búzaföldön kalászott.